Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. 30 milliárd forint értékű nyírbátori beruházást jelentett be szerdán Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A brit-holland tulajdonú Unilever új működési egységének építéséhez a kormány 3,9 milliárd forinttal járul hozzá. A 100 új munkahelyet teremtő új gyáregységben 2026-ban indulhat el a termelés. Ezek a nyírbátori Unilever gyár képei. Hamarosan a cég tovább terjeszkedik és külön egység épül, amely aeroszolos dezodorokat gyárt, majd jelentették be a beruházás sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminisztériumban. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az Unilever 30 éve Magyarországon töretlenül folyamatosan beruházásokat végez, és a jelenlegi beruházásunk egy teljesen új aeroszol dezodorgyárhoz a magyar kormány jelentősen hozzájárult, és ezáltal hozzásegített minket arra, hogy cégcsoporton belül ide tudjuk hozni ezt a beruházást. Ezzel összesen már majdnem 400 millió eurónyi beruházást hajtott végre Magyarországon az Unilever, és új munkahelyeket is tudunk természetesen ezzel létrehozni. A helyi gyártás az sok szempontból nagyon fontos számunkra. Egyrésztről azért fontos, mert a helyi gyártáson keresztül olcsóbbá tudjuk tenni a termékeinket Magyarországon. Azért is fontos számunkra, hogy például olyan helyzetekben, mint amilyen a jelenlegi vagy a közelmúltnak az árvíz helyzete, ezekben a helyzetekben nagyon gyorsan tudunk reagálni, és mivel így gyártunk helyben, most is fel tudtunk ajánlani azonnal 20 millió értékű Domestost a árvíz után levonuló hullámok utáni helyreállítási munkálatokhoz. Az Unilever elkötelezett a további magyarországi beruházások iránt, meg is osztottuk és meg is fogjuk osztani további részleteket azzal kapcsolatban, hogy még milyen terveink vannak, és nagyon reméljük, hogy újabb és újabb beruházásokon keresztül egyre több országot tudunk ellátni Magyarországról kiváló minőségű termékekről. Szijjártó Péter köszöntőjében a gazdasági semlegesség fontosságát emelte ki. Nem mondom, hogy könnyű időben találkozunk, hiszen az elmúlt évtizedeket figyelembe véve talán soha ennyire instabil a minket körülvevő világ nem volt, mint most. Ebben a helyzetben talán a nemzetközi közösségnek a legfontosabb feladata az lenne, hogy a háborús eszkalációknak elejét vegye a világ minden pontján. Nekünk, a magyar kormánynak meg az a feladatunk, hogy ebben a nehéz helyzetben is stabilitást adjunk az országnak, stabilitást adjunk a gazdaságnak, és biztosítsuk a magyar emberek munkahelyeit, megőrizzük a Magyarországon létrejött munkahelyeket. Ennek egyik fontos alapja volt tavalyi esztendőben az erőfeszítésünk, amely arra irányult, hogy a külső okok miatt megjelent drámai inflációs emelkedést meggátoljuk, megállítsuk, visszafordítsuk. Ez sikerült is, sikerült letornázni az inflációt nem könnyű és nem is gyenge mutatványokkal. Ennek a sikerét talán az is jelzi, hogy a velünk szemben pozitív elfogultsággal nagyon nehezen vádolható Európai Bizottság és IMF a jövő évre a magyar gazdaság növekedését az európai élbolyba várja, és a hitelminősítők, akik szintén gyakran operálnak azért kevésbé tényszerű adatokkal, szintén Magyarország kilátásait pozitívnak és stabilnak minősítik. A másik fontos alapja a stabilitás megőrzésének az, hogy továbbra is garantáljuk, hogy Magyarországon mindenki, aki akar, az tudjon is dolgozni. Magyarországon egyre többen dolgoznak, és sikerült megtartani azt a lendületet, amelyet érdekes módon a Covid sem tudott megtörni. Ugye a Covid után több ember dolgozott Magyarországon, mint előtte, ez egy globálisan egyedülálló pozíciót adott nekünk, és azóta is a munkahelyek száma folyamatosan nő. Ennek a sikernek a továbbviteléhez
alapvető fontosságú az, hogy meg tudjuk teremteni a gazdasági semlegességét az országnak, ami azt jelenti, hogy továbbra sem vagyunk hajlandóak ideológiai alapon válogatni gazdasági partnerek és beruházók között. Nekünk egy dolog számít az ide érkező beruházások kapcsán, a beruházó és maga a beruházás tartsa tiszteletben a magyarországi szabályokat. És mindaddig, amíg ez rendben van, mi örömmel látunk mindenkit. Ennek a gazdasági semlegességnek köszönhető az, hogy Magyarország továbbra is az export terén kiválóan teljesít. Ugye 95-ek vagyunk lakosságszám szerint a világon, de a 33. legnagyobb export teljesítményt tudjuk nyújtani, és ez nem főre kivetítve, meg ilyen-olyan mesterséges statisztikával van előállítva, hanem ez az export volument illeti, abszolút értékben a 33-ak vagyunk, 62 helyen előbb, mint a lakosság számunk. Ezért mi továbbra is kitartunk amellett, hogy a gazdasági hidegháború kitörését meg kell akadályozni, mert egy a világkereskedelembe mélyen betagozódott, a keleti és nyugati együttműködő partnerekkel egyaránt rendelkező ország számára gazdaságilag nem sok rosszabb hír lehet, mint egy újabb gazdasági hidegháború. Egy gazdasági hidegháború elnehezítené a magyar termékek világszerte történő értékesítését, nehézségeket okozna a magyar családoknak, munkahelyeket sodorna veszélybe. Ezért mi továbbra is a konnektivitás, vagyis az összekötetések pártján állunk, és hazánk vonzerejét mind a keleti, mind a nyugati piacokon megkívánjuk tartani. És továbbra is azt szeretnénk, hogyha Magyarországon előállított termékek mind a keleti, mind a nyugati irányban versenyképesek tudnának lenni. Nos, ennek a keleti és nyugati irányba történő nyitottságnak is egy kiváló példája az Unilever magyarországi tevékenysége, hiszen az Unilever nyírbátori gyárában előállított termékeket a világ több mint 100 országában értékesítik, használják, keleti, nyugati irányba egyaránt. Mondhatnám, hogy Kanadától egészen Szingapúrig, Németországtól egészen a Dél-Afrikai Köztársaságig ott vannak a Made in Hungary felirattal ellátott Unilever termékek. Jó hír, hogy az Unilever most egy dezodor gyártó üzemet hoz létre Nyírbátorban, 30 milliárd forintos beruházással, melyhez a kormány 3,9 milliárd forintnyi támogatást biztosít, 100 új munkahely jön létre, egy nagy 10.000 négyzetméteres gyártócsarnok épül, ahol először 3 gyártósoron évente 150 millió palacknyi dezodort fognak előállítani. Mindezeknek a termékeknek a több mint 90%-a külpiacokon kerül értékesítésre, tehát a magyar export teljesítmény jelentős növekedését várjuk ettől a beruházástól. Azért is nagy jelentősége van mindannak, amiről itt beszélünk, mert az Unilever az nem egy regionális startup, hanem a világpiac vezetője a háztartási eszközök, háztartási tisztító szerek és a különböző fogyasztási termékek gyártása terén. Ezért nyilvánvalóan lett volna másik néhány száz pontja a világnak, egészen pontosan 300 biztosan, hiszen ennyi gyára van az Unilevernek világszerte, ahol szívesen fogadták volna ezt a beruházást. De az Unilever a vállalatcsoporton belüli versenyt magyar kormány együttműködésével meg tudta nyerni, így most ezek a munkahelyek Nyírbátorban jönnek létre, ez a gazdasági teljesítmény a magyar gazdasági és export számokat fogja javítani, amire előre is jár önöknek a köszönet. Ugye itt egy brit-holland tulajdonosú szerkezetű vállalatról beszélünk, amelynek a főhadiszállása Nagy-Britániában van. Ugye mióta Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, azóta nyögi ennek a hatásait az Európai Unió. Az, hogy Nagy-Britannia nyögi-e vagy nem, azt nem tudom, ezt ők megítélik. Mi az biztos, hogy az Európai Unióban látjuk mindazokat a negatív következményeket, főleg itt Közép-Európában, amelyek az Európai Unióra nézve keletkeztek a Brexit nyomán.
Egy dolog viszont nem szakadt meg, ez a magyar-brit gazdasági együttműködésnek a lendülete, hiszen továbbra is a hetedik legjelentősebb beruházói közösséget alkotják Magyarországon azok a vállalatok, amelyekben van brit tulajdon. 50 ezernél is több magyar ember köszönheti a munkáját ezeknek a vállalatoknak. Tehát a Brexit dacára ez a fajta együttműködés továbbra is jól áll, jól halad. Szeretném a nagyra becsülésünket kifejezni, az Unilever több mint 1200-1300 magyarországi dolgozójának, legyen szó nyírbátoriakról, veszprémiekről vagy budapestiekről, akiknek a teljesítménye kellő meggyőző erővel hatott a vállalatcsoporton belüli verseny során, hiszen nyilvánvalóan egy adókedvezmény, vagy készpénztámogatás, vagy alacsony adó fontos egy ilyen versenyben, de gondolom én, hogy a vállalat globális vezetői azt nézik, hogy eddig mit teljesítettek az adott országban. A teljesítmény meg nem csak ide esett, hanem azt az emberek állították elő, és hogy jó teljesítményt állítottak elő, azt mutatja az a tény, hogy ma itt lehetünk. Úgyhogy köszönet az Unilever minden dolgozójának, köszönet magának az Unilevernek is a több mint 3 évtizedes együttműködésért, amelyből az elmúlt 9 évet stratégiai partnerségben töltöttük, és amely stratégiai partnerség egyik fontos eredményét ünnepelhetjük a mai napon is. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője mondandójában az eddig elvégzett kemény munka eredményeként értékelte az újabb beruházás lehetőségét és annak elkövetkezendő pozitív hatásait. Építkezés, siker, küzdelem. Ez az a három szó, amely talán jól leírja az elmúlt évek történéseit. Az elmúlt évtized ugyanúgy, ahogy hazánkban, Magyarországon, a szűkebb pátriánban, a nyírségben is évtizedek óta példanélküli fejlődést hozott. Felsorolni is nehéz azon hazai és Európai Uniós forrásokból megvalósított fejlesztések sokaságát, amelyek az itt élő emberek életminőségének a javulását eredményezte. Engedjék meg, hogy ezek közül néhányat megemlítsek. Egy évtizede érte el térségünket az M3-as autópálya, aminek gazdaságélénkítő hatása mára már kézzelfoghatóvá vált. Telítődött a Nagykállói és a Nyírbátori ipari park is. Jelentősen javult a térség infrastruktúrális ellátottsága, megújult 140 km közút, 80 km hosszon pedig kerékpárutat építettünk. Egészségházak, bölcsődék, óvodák, iskolák, közösségi terek, templomok sokasága újult meg és épült föl. Kiemelném, hogy a napjainkban nyitja meg kapuit a látogatók előtt a megújult Magyar Nemzeti Múzeum Bátor István Múzeum a Nyírbátorban. Csak Nyírbátor városában 58 programban több mint 42 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg. A sajtótájékoztatón részt vett Máté Antal, Nyírbátor polgármestere is, aki arról beszélt, milyen feladatok elé állítja a város önkormányzatát egy ilyen volumenű beruházás. A feladat az alapvetően két részre osztható, egy részét már elvégeztük, annak eredményeképpen vagyunk itt, tehát azért ez egy nagyon hosszú, több hónapos előkészítő munka eredménye. Nagyon sok mindent végig kellett gondolnunk, hogy fog tudni megvalósulni egy ilyen beruházás Nyírbátorban, hogy tud úgy megvalósulni, hogy az biztonságos legyen, hogy az ott élő emberek számára a legkevésbé legyen terhelő. Ez az egyik legfontosabb része, itt olyan termékeket gyártanak, ami nagy mennyiségben kerül be az alapanyag a gyárba, és kerül ki a termék a gyárból. A második része a feladatnak, ami ezután következik, itt pedig alapvetően azt kell megnézni a városnak, hogy a környező infrastruktúrát, a különböző környezetet hogyan tudjuk úgy igazítani, egyfelől, hogy a gyár működőképes legyen, másfelől pedig szintén arra kell figyelemmel lennünk, hogy egy ilyen gazdasági növekedés, egy ilyen beruházás, majd annak működése az a lehető legkisebb környezeti hatásokkal járjon, és a nyírbátori emberek, ha lehet így fogalmazni, szinte semmit ne vegyenek ebből észre. És hogyha ezt mind meg tudjuk csinálni, akkor onnantól kezdve már csak annak örülhetünk, hogy minél több ember dolgozik egy ilyen üzemben. Egy ilyen beruházás, ha lehet úgy fogalmazni, népszerűbbé teszi akár a munkavállalók körében Nyírbátor városát? Én azt gondolom, hogy igen, Nyírbátor az elmúlt években, évtizedekben bebizonyította, hogy egy olyan város, ahol nagyon sok új
gyár telepedik le, olyan vállalatok, amelyek valódi karrier és fejlődési lehetőséget jelentenek a fiataloknak, magas iskolai végzettséggel rendelkező új munkavállalóknak, akik a munkaerőpiacon megjelennek, és nekünk az a célunk, igen, hogy ebből minél több munkavállaló Nyírbátort válassza, ne csak munkahelyének, hanem aztán később otthonának is, hiszen ezek a beruházások nem csak azért fontosak, hogy a gazdaságot erősítik, ez egy nagyon fontos szempont, hiszen működtetnünk kell ezt az országot, ezt a várost, hanem azért nagyon fontos, hogy a fiatalokat helyben tartsuk, a fiatalokat Magyarországon tartsuk, a fiatalokat a kelet-magyarországi régióban tartsuk, és azon belül nyilván nekünk pedig az a feladatunk, hogy Nyírbátorban. Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek mellett a daganatos megbetegedések vezetik a halálozási statisztikákat. Az adatok ijesztőek, de tehetünk azért, hogy a számok ne nőjenek tovább, például a rizikófaktorok csökkentésével és rendszeres szűrővizsgálattal. Évente nagyságrendileg 33 ezer rossz indulatú daganat okozta haláleset történik hazánkban, és a tüdődaganat mögött a rossz indulatú emlődaganat a második legtöbb halált okozó daganatos betegség. Évente közel 9 ezer új esetet diagnosztizálnak, és sajnos több mint 2000 nő veszti életét, pedig az időben felismert betegség esetén nagyobb a gyógyulási esély. A daganatos betegségek szervezett szűrővizsgálatának elsődleges célja a célbetegségből származó halálozás csökkentése. Azért nagyon fontos, ha főleg az emlődiagnosztikában, de ez igaz egyébként az összes daganatos betegségre, de itt talán különösen kiélezett, hogy ha időben megtaláljuk az elváltozást, akkor nagyon jól gyógyítható. Tehát egy 1 cm alatti daganat, ami még nem maradt mondjuk a helyi áttétet egy nyirokcsomóba, annak az 5 éves túlélése 90% feletti. Míg mondjuk egy nagyobb, amit már tapintanak a hölgyek, azok már gyakran nyirokcsom áttétet is adnak, és azoknak nem annyira jó gyógyulási aránya. Jól kezelhető az emlődaganat, és egyre jobban kezelhető lesz, mert rengeteg ilyen irányú kutatás folyik, de az a legjobb, hogyha időben megvan. És általában úgy találjuk meg, hogy még 1 cm alatt úgy a szűrésre jönnek. Alapvetően ugye a szűrés az arra van kihegyezve, azt keressük. A klinikai mammográfia során, amikor ultrahangot is csinálunk, akkor természetesen rengeteg egyéb változást találunk, cisztákat, jó indulatú daganatokat és rossz indulatú daganatokat egyaránt. De a szűrés az jó részt arról szól, hogy kiemeljük azokat, akiknek gyanús elváltozása van. Azért azt hozzátenném, hogy elég óvatosak vagyunk, tehát ha bármi van, ami eltér az előző mammográfiákhoz képest, akkor vissza szoktuk őket hívni, és kisebb arányban van a háttérben daganat, tehát nem kell rögtön megijedni, hogyha valakit kiemelünk, mert az nem feltétlenül azt jelenti, de mindenkit próbálunk megnézni, hogyha változik valami a mammográfián. Hány éves kortól érdemes már ilyen vizsgálatot végezni? Ez sok mindentől függ attól, hogy milyen a családi anamnézis, előfordult-e már a családban daganat, illetve hogy milyen panaszok vannak. Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy 30-35 éves kor felett készítünk mammográfiát és ultrahangot, az alatt pedig csak ultrahang elegendő, és a panaszok függvényében pedig eldöntjük, hogy milyen egyéb vizsgálat kell. És valóban csak a hölgyeket érinti? Nem, férfi emlőrák is van, de az jóval ritkább. Az igen, a tizedek körülbelül. Az emlőrák jól szűrhető daganat típus. Magyarországon 2002 óta működik szervezett formában mammográfiás emlőszűrés. A kockázati csoportba tartozó szűrésre jogosult nők névre szóló a szűrés pontos idejét és helyét tartalmazó szűrési értesítést kapnak. A szűrővizsgálatra 45 és 65 év közötti hölgyek, központilag az NNK küldik nekik a behívót, és a területileg illetékes komplex emlőszűrő központ végzi magát a mammográfiát és utána az egyéb vizsgálatokat. Úgyhogy 45 és 65 év közöttiek. Ez nem jelenti azt, hogy utána vége az egésznek és nem kell járni, csak utána már maguknak kell kezdeményezni, illetve 45 év alatt is. Két évente megy, 45 és 65 év között, de ha valaki elmúlt 65 éves, akkor már nem megy behívó levél, de akkor is érdemes vizsgálatra járni. A rendszeres önvizsgálat nagyon fontos, azonban nem helyettesíti a szűrővizsgálaton való részvételt, csak az elváltozások egy részének észrevételét teszi lehetővé. Ezért is kiemelt jelentőséggel bír az a kampány, amely minden év októberében világszerte hívja fel a figyelmet a betegségre.
Sajnos a szűrővizsgálatra behívott hölgyeknek csak mintegy harmada jelenik meg a megjelölt időpontban. Most nem állunk ebben annyira fényesen, a megjelenés arány kb. 35%-os. Ezt kellene feltornáztunk azért olyan 60-70%-ra. Reggel 7 és este 7 között tudnak jönni a hölgyek szűrésre, és akkor azt a kolléganők készségesen megcsinálják nekik a felvételt, amit pedig két jártasság, emlődiagnosztikában jártas radiológus kielemez, és úgy hívjuk vissza őket esetleg, hogyha van valami, amit találunk a mammográfiás felvételen. És utána készítünk nekik ultrahangvizsgálatot, illetve, hogyha szükséges, akkor biopsziát. A mammográfiás vizsgálatokat tekintve talán ki kell emelni, hogy az utóbbi időben egyfajta távolságtartás érzékelhető a szűrővizsgálat vélt negatív hatásai miatt. Túl van hangsúlyozva a sugárzás is, meg az összenyomás is. Ez a sugárzás, amit a modern gépek adnak egy mammográfiás vizsgálat során, az kb. Olyan, mint egy hosszabb repülőútnak a sugárdózisa, úgyhogy teljesen elhanyagolható, és az összenyomástól sem lesz semmiféle problémája a hölgyeknek. Az nekünk szükséges ahhoz, hogy jobban lássuk a felvételen az elváltozásokat, úgyhogy igen, ezek kicsit túl vannak dimenzionálva. A rosszindulatú emlődaganatok miatti halálozások jelentős hányada megelőzhető volna a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétellel. Minden év októberre a mellrák elleni küzdelem hónapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korai felismerés fontosságára, valamint a megelőzésre. Köszöntöm a stúdióban dr. Weber Ágnes osztályvezető főorvost. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Úgy tudom, hogy évente Magyarországon körülbelül 8000 új megbetegedést regisztrálnak mellrákkal. Hogyan kell értékelni ezt a számot? Hát az az igazság, hogy információim szerint sajnos inkább közeledünk a 9000 megbetegedéshez évente Magyarországon. Az azt jelenti, hogy minden 8. ember, vagy talán minden 9. embernek lesz emlődaganat a Magyarországon sajnos. Ezért fontos felhívnunk a figyelmet a szűrésre. Ezek szerint akkor jól érzékeljük mi egyszerű emberek, hogy mintha megszaporodott volna a daganatos megbetegedések száma, és nem csak a mellrák, hanem az egyéb is a Covid óta. Igen, azt gondolom, hogy ez megállja a helyét, és sajnos, hogyha az ember szétnéz a környezetében, akkor talán nagyon kevés az a család ma Magyarországon, aki nem küzd bármelyik családtagja daganatos megbetegedéssel. Valószínűleg hozta magával a Covid azt az eredményt, hogy a bezártságunk még jobban beszűkítette az emberek lehetőségét abban a tekintetben, hogy fölkeressék a házi orvosukat, hogy elmenjenek szűrésre. Természetesen még abban az esetben is hátrányba szenvedtek, hogyha bármilyen panasz előfordult az embereknél. És hát mi, ha nem a Covid volt egy hatalmas stressz az embereknek világszinten, és nálunk Magyarországon is, ez pedig köztudomásulag összefüggésben van. Úgy tudom, tanulmányok is születtek már erről, hogy az extra mértékű megélt stressz az bizonyos idő elteltével megnyilvánulhat daganatos megbetegedések megjelenésében. Így van, ezt pontosan ki is mutatták tanulmányok, hogy a betegségnek a megjelenése előtt egy olyan közel egy évvel olyan stressz érte a betegeket, olyan válság köszöntött be az életükbe, amit nagyon nehezen vagy talán nem is tudtak feldolgozni. És az is köztudomású, hogy az immunrendszer ugye összefügg a idegrendszerünkkel, és természetesen a hosszan meglévő súlyos stressz az, ami rombolja a szervezetünket, rombolja az immunrendszerüket, pontosabban gátolja annak működését. Tehát azért pánikba se essünk, mert ha rövid stressz mindenkinek az életében előfordul bármi kapcsán, annál azért nem mondhatnám, hogy ugye fokozza a daganatoknak a kifejlődését, de a hosszantartó, súlyos, stresszes állapot az
Mindenképpen, de hát az nyilvánvaló, tudjuk nagyon jól, hogy ez a vérnyomásunkra is hat, a pulzusunkra is hat, az immunrendszer, így van, az immunrendszerünkre is hat, ugye ki nem tud enni, tehát ugye a testalkatára is hat, vagy ki sokat eszik a stressz alatt, és akkor meghízik, mert stresszevő, tehát tulajdonképpen mindenünkre hat. Tehát és mindenünkre káros. És a szellemnek a hármas egysége kellene, hogy harmóniában legyen ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Így van, pontosan, pontosan. Mert hogy az is rendben van, vagyis hát tudva levő, hogy daganatos sejtek nap mint nap keletkeznek az emberi szervezetben. Így van, erről van szó, hogy mindenkinek a testében keletkeznek daganatos sejtek, de az immunrendszerünk, ha jól működik, akkor ezeket elpusztítja, ugyanúgy, mint a kórokozókat a szervezetünkben, tehát leküzdjük a kórokozókat is, leküzdjük a daganatsejtet egy bizonyos ideig, egy bizonyos daganatsejt számig. És amikor az immunrendszerünknek a működése megborul, bármi miatt is, akkor sajnos nem tud megküzdeni a nap mint nap keletkező daganatsejtel, és ha a daganatsejtek elérnek egy bizonyos számot, akkor tudjuk majd kimutatni a különböző képalkotó vizsgálatokkal. Milyen lehetőségek vannak a gyógyításra? Ma már azért elég széles a skála. Így van. Hál' Istennek azért az alapok nem változtak. A daganatos betegeknek az ellátása három pilléren nyugszik, ugye a sebészet, a sugárkezelés és a klinikai onkológia, kemoterápia. De már ki kell bővítenem a klinikai onkológiának azt a részét, hogy csak kemoterápia. Nagyon régen ez ott kezdődött, hogy bizonyos kemoterápiás szereket tudtunk csak alkalmazni a két alappilléren kívül. De hála Istennek most már olyan modern szerek vannak a kezünkben, mint biológia terápia, ami csak a daganatsejtekre hat. Plusz ugye a kemoterápia, azért az az alap, az megmaradt, azt nem tudjuk elfelejteni és kiiktatni az onkológiai betegeknek a kezeléséből, de van egy nagyon fontos terület, az immunterápia, ami nagyon új, még most szerezzük vele a tapasztalatokat, de ez már természetesen működik, de ez nem tekint vissza egy 20 éves tapasztalatra, mint a kemoterápia akár. Ezekkel a modern kezelésekkel most már azokat a betegeket, akit tulajdonképpen 20 évvel ezelőtt egy 5-8 hónapig tudtunk életbe tartani, mert áttétes daganattal küzdöttek, most már itt évekről beszélünk. Nagyon sok daganat esetében, nem csak egy daganat féléről beszélek most, hanem több daganat esetében is. Milyen esélyek vannak a túlélésre, a gyógyulásra, vagyis az emlőrák esetében mekkora a halálozási ráta? Fókuszáljunk akkor az emlődaganatra, hogyha októberről beszélünk. Én azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy ha elmennek a nők a szűrésre, és nagyon-nagyon a betegség kezdetekor egy pár milliméteres daganatról kapunk információt, az tulajdonképpen szinte majdnem 100%-kal biztonsággal gyógyítható természetesen. Majd, hogy nem egy rutin kezelésnek számít. És... Így van, így van. És azért ne felejtsük el, hogy 2001 óta Magyarországon a hölgyek behívót kapnak, az emlőszűrésre a 45 és 65 év közötti hölgyek, akiknek két évente megjön a behívó levél és a buzdítás, hogy menjenek el a szűrővizsgálatra. Kiemelném azokat a hölgyeket, akik nem ebbe a korosztályba tartoznak, de akár fiatalabbak, de a családjukban emlődaganatos beteg fordult elő, ugye genetikai leszármazottokról beszélünk, tehát nyilvánvaló, hogy nem a férjemnek a sógornőjéről, hanem a vérrokonok tekintetében, akkor a szűrés sokkal hamarabb el kell kezdeniük. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a házi orvos mindenben segítséget nyújthat, tehát a másik kérdés az, hogy hogyan menjenek el szűrésre azok a fiatalabb hölgyek, akik szeretnének ugye a korosztályon kívül, a behívott korosztályon kívül elmenni a szűrésre. A házi orvos mindenféle tekintetben segítséget tud nyújtani, beutalóval ellátja a betegeket, és ugyanúgy be kell jelentkezni a szűrőállomásokon. Azok, akik megbetegedtek, és akár súlyosabb fázisba is kerülnek, vagy akár csonkolásos műtétre kerül sor, hogyan zajlik a rehabilitációjuk?
A rehabilitáció daganatos betegek esetében egy komplex rehabilitációt jelent. Az osztályunkon pszichológusok, gyógytornászok és dietetikusok segítik a munkánkat. És természetesen az ő munkájukat nem csak a műtét után, vagy a kezelések után tudjuk használni, hanem közben a kezelések közben, sőt, hogyha valaki szűrésre került, és mondjuk az onkológiára küldik további vizsgálatokra, akkor már abban a pillanatban tudjuk a kollégákat kérni arra, hogy segítsenek, támogassák mind étrendben, mind egy testsúly megtartásban, mindegy mentálhigiénés támogatással ezeket a betegeket, és természetesen ez ugyanúgy érvényes a műtét utáni időszakra, a kezelésre, vagy esetleg, ha valakinek szüksége van, akkor természetesen utána is. Ugyanis, hogyha ezek a betegek túlestek a műtéten, és hogyha szükséges a műtét utáni kezelésen, onkológiai kezelésen, akkor nincs vége a mi kapcsolatunknak, hanem tudniuk kell a betegeknek azt, hogy mi nem engedjük el a kezüket. Tulajdonképpen a beteg haláláig gondozzuk ezeket a betegeket, visszajárnak különböző vizsgálatokra, és a műtét után, a kezelések után ezek a vizsgálatok viszonylag gyakran vannak, de ahogy telnek az évek, és távolodunk a kezelés időpontjától, sokkal ritkábbá válnak, de soha nem engedjük el a kezüket, ezért lehetőség van arra, hogyha bármiben ezen a három területen belül is segítséget tudunk nekik nyújtani, akkor természetesen rendelkezik. És állnak a kollégáim. A cél viszont mindenképpen az, hogy ne is kerüljenek kapcsolatba az onkológiai osztállyal. Így van. Dr. Weber Ágnes, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a mai 35 perc című műsorunk véget ért. Köszönjük a figyelmet, legközelebb ezzel a műsorral hétfőn találkozhatnak. Viszontlátásra!